Sziasztok, ez a Movie Geeks, a hetente jelentkező mozi podcast. Ezúttal 74. alkalommal köszönünk be. Itt van velem Ádi, Boki és Vivi, sziasztok! Sziasztok! Hello. Fontos elmondani az adás elején, hogy a kibeszélők azok spoileresek, úgyhogy ha nem láttátok volna az adott filmeket, akkor állítsátok meg a videót, nézzétek meg, gyertek vissza, és akkor utána hallgassátok meg a kibeszélőket, aztán kommenteljetek, írjátok meg, hogy nektek mi a véleményetek az aktuális filmekről. Na de akkor kezdjük először a hírekkel. Ugye óriási nagy siker a mandalóriai, mindenki imádja, az internet felrobban a cuki Baby Yodától, és hát annyira nagy szám lett a mandalóriai, hogy rászálltak olyan elvetemült emberek is, mint például Ryan Johnson, aki már felajánlotta, hogy ő a második évadot nagyon szívesen bevállalná, és nagyon szívesen rendezne, meg beszállna, mert vannak nagyon jó ötletei is, és szerintem egy csomó Star Wars rajongós írt fel, hogy ne. Léci, ezt ne roncsd el. Szerintem egyből be is lehetne linkelni azt a, ha már Star Wars, akkor azt a Darth Vader-es részt a Sith-ek bosszújából, amikor felüvölt, hogy no. Hát körülbelül, én remélem nem cseszi szét, tehát nem tudom, mondjuk a Disney-nél nem lehet tudni, mert nem ez lenne az első inkompetens döntésük a Star Wars-szal kapcsolatban. Hát reménykedjünk, pedig nem tudom, most ez pletyka, nem pletyka, de reménykedek, hogy majd akkor a második évad, hogy már ilyen egyórás vagy hosszabb részek lesznek. Hát szerintem marad ez a 30 perces, hogyha már ezt így elkezdték, nem hiszem, hogy a második évadra így váltanának, viszont annyit azért hozzátennék, hogy a Ryan Johnson, hogyha csak rendez, akkor például ugye a Breaking Badnek a legjobb részeihez is neki, mint rendezőként volt köze. Őt nem szabad engedni, hogy forgatókönyvet írjon, meg bármilyen módon karaktereket belehozzon, mert a mandalóriai tök jó ezekkel az idegenekkel, nem kellenek bele lilahajú nők, meg ázsiaiak, meg a leszbikusok, meg hasonlóak. Nem, hát ez a Ryan Johnsonnak fantasztikus ötlete, meg nem kell ilyen párbeszéd bele, hogy az univerzum legnagyobb ereje a szeretet, és akkor igazából... vagy legyen, mondja valaki, és akkor itt így Mando, itt így szépen hátulról lelövi, vagy nem tudom, de tényleg a rendezőként megy, akkor annyira nincsen vele problémám, nyilván úgyse szeretem a faszit, de hogy a forgatókönyvhez oda ne engedjék, mert abból valami katasztrófa lenne. Én kicsit úgy értem, hogy nem szólalhatok most meg egyébként. Na, mondd el, hogy mi a cuki. Mondd el, mi a cuki. Nem, tényleg vállalhatatlanul nézem ezt a sorozatot, ezt találom. Tehát egy cselekményt szerintem te nem is figyeled, csak hogy ott van a Yoda, ott van a Baby Yoda, jaj, nem, csak így, ezt tudom elképzelni. Annyinál megállok, hogy aaaah, így nézem még az egészet. Én pontosan ugyanezt mondtam, amikor az a mandalóriai megjelent a minivézer gánnal. Mondtam, hogy teljesen bedesz, tehát aláírom, nagyon jó, de... Nyilván azért van, ami engem előre megfog, úgyhogy nagyokat kacsintok, hogyha nem tudtok nekem karácsonyi ajándékot kitalálni. Akkor egy Baby Yodát valahogy Disney szerezzük. Biztos megoldja, hogy addig már lehessen kapni ilyen plüst, vagy pólót, vagy bármit. De egy másik hírünk az nincsen, inkább egy ilyen témafeldobást gondoltam, mert mostanában az elmúlt hetekben nagyon sok kretén rendező gondolja, úgyhogy elmondja azt, hogy hát az ő filmje az azért bukik, mert az emberek nem szeretik az erős nőket. Ugye az e-heti filmünkben ezt Elizabeth Banks ezzel turnézta végig a sajtot, hogy mert az erős nőket nem szeretik, azért bukott meg a filmje. És hát ugye láthattuk, hogy a Terminátor sötét végzetnek a rendezője is ugye ezzel turnézott, hogy hát mert az erős nőket nem szeretik, azért nem szerették az új filmjét. Úgyhogy én azt javasoltam, hogy egy kicsikét beszéljünk olyan filmekről, amikben erős nők vannak, és valahogy mégis szeretik azokat a nézők, meg a férfiak is, hogy azért vannak olyan filmek, meg szerintem ti is tudtok olyan filmet mondani, ami egy erős nő köré épül, ami egy olyan karakter köré épül, akit megtestesít ez az erős nő. Szóval szedjünk össze pár ilyen filmet, mit szóltok? Wonder Woman kapásból. Hát igen. Terminátor, de az eredeti, igen. Meg az Alien. Így van. Én azon gondolkodtam, amikor feldobtad ezt a témát egyébként, hogy nagyjából az összes filmből ki tudnék emelni erős női karaktert, kivétel azokból, akik arra akartak rámenni, hogy erős női karaktereket vonultassanak fel. Igen, de egyébként most, hogyha belegondoltok, akkor tényleg tucatnyi ilyen filmet tudnánk mondani, meg tucatnyi ilyen filmet össze tudunk szedni. Tehát, ahogy te is mondtad, nem kell olyan nagyon messzire menni, szóval a 90-es években is például csak a Kill Bill-t mondva már voltak olyan filmek, amiben itt így erős női karakterek voltak. Mert most utánunk a túlzözön, ott is a Samuel L. Jackson egy hölgy mellett akciózott végig, ott is egy ilyen baromi erős női karakter volt, aki itt így végigvitte a filmet.
Hát, ahogy mondtátok ti is, ugye ott van a Terminátor, vagy az Alien franchise, ott is igazából tényleg erős nők voltak a főszerepbe, és én nem hallottam volna, hogy azon veszekedtek, megvitatkoztak volna, hogy hát ezt miért. Úgyhogy valahogy erre soha nem jön válasz, amikor az ember azt mondja, hogy na oké, de akkor meséld már el, hogy ebbe a filmbe, hogyha erős nő volt, és imádta a filmet az emberek, akkor az hogy van? Hát nyilván, ez az a kérdés, amire nem fogunk mi választ találni, mert hogy ez már egy nagyon kifordított dolog, és ugye a téma felvetésed, ez egyébként indukálna egy előzetes récst arról, ami majd később jön. Igen, az majd kicsit később. Jönni, hogy ez mennyire el van cseszve. És egyébként még azt sem mondom feltétlenül, hogy nem lehet úgy filmet csinálni erős nővel, hogy mondjuk egy olyan franchise-ba hozol bele erős nőket, ami alapból egy ilyen férfi-orientált sorozat volt. Tehát most ott van a Mad Max Fury Road, arra mindenki emlékszik. Lényegében Mad Max-ből egy mellékszereplő lett, aki valamilyen módon egy ilyen segítő jobbot nyújt csak Furiosának, de az egész film az ő karaktere, Charlize Theron karaktere körül forog. Egy fantasztikus karakter volt, és senki nem kezdett el ágálni, hogy hát, de miért csinálják ezt Max-el, micsoda dolog, mert fantasztikus, ha jól meg volt írva, nagyon jól kezelték. Igen, jó volt a színész, és nem mondogalódtak a rajongók, hogy de hát ez egy Mad Max, és miért? Nem, faszán megértem. Imádja minden kritikus néző. Tehát itt a jó példa például ennél. Ugye Ádi most felhozta Wonder Woman-t. Nekem is az első ötletem egyébként simán lenne Wonder Woman. Direkt azért nem is akartam felhozni, mert hogy a Charlie angyalaival meg pont szóba is került, hogy ezt meg csak azért szeretitek, ti pasik, mert hogy hozzá lehet kötni a szuperhős filmekhez. Én ezt mondjuk ezzel abszolút nem értek egyet, de hogy képes voltak még azt is megrugdosni, tehát hogy az sem a karakter erős, azt is csak azért szeretitek, mert egy olyan dologhoz köthető, amit ti szerettek. Tehát igen, tényleg csinálnak egy olyan filmet, ami mondjuk kislányoknak a millióinak pozitív példa, meg tényleg egy olyan szuperhős karakter tud adni a felserdülő kislányoknak, ami mondjuk Superman vagy Batman a kisgyerekeknek, és akkor igazából jön egy ilyen idióta, aki egyébként azt is igazából megpróbálja megrugdosni, meg megpróbálja azt is itt így tönkretenni, szóval tehát borzasztó, egyszerűen nem fogom föl, és egyszerűen nem értem, hogy miért nem tudja föltenni a kezét mondjuk a Terminátornak a rendezője, vagy mondjuk ez a kedves hölgy, és azt mondja, hogy jó, lehet, hogy egyébként elbasztam, lehet, hogy itt egy kicsit magamba kell néznem, szóval a minimális magába nézés sincsen meg ezeknek a rendezőknek, amit egyszerűen nem tudok hova tenni. És még egyszer, tehát itt felsoroltunk szerintem legalább egy tucat filmet, amiben egyébként valahogy nem kötött bele senki, hogy hát de miért van benne erős nő, nem? Igen, és ugye a Terminátor meg különösen jó példa, nem? Tehát, hogy ott a régi, amiben ugyanaz a karakter szerepel, mint az újba. Igen, mert mondjuk és Linda Hamilton... hogy működik? Mondjuk én az újat meg sem néztem, de nem tudom ebben, hogy is működik például az ő karaktere. De figyelj, de Linda Hamiltonról el tudom hinni, hogy ő neki megy egy Terminátornak, és egy kemény, akcióedzett nő. Őről elhiszem. Nekem abszolút példakép, vagy hát ilyen igen, olyan karakter volt így gyermekkoromban, vagy minikoromban, amikor először láttam, hogy ez egy bedesz csaj, ez menő. De ott van Natalia Reyes, akit mi tévesen izének hívtunk 14 éves kislánynak. Nyilván a filmben egy 20 éves kislányt játszik. Na de könyörgöm, egy 155 centi magas, kis vékony, güzű kislányról, hadd ne higgyen már el, hogy egyébként egy borzasztó kemény kommandós, aki úgy dobálja a terminátorokat meg az embereket, hogy egyszerűen hihetetlen, hát basszus, nem ár. Ez egy olyan dolog, hogy mit tudom én, a Kill Bill-be Uma Thurmanről elhittem, hogy egy karddal kikészít, nem tudom, 66 eszementet. De hogyha mondjuk az ő szerepét, mit tudom én, mondjatok nekem egy ilyen nagyon kis aranyos cuki kedves kis színésznőt. Ella Balinska. Például ő róla nem hittem volna el, hogy na hát ő a menyasszony. Szóval ugyanúgy ezt nem hiszem el, hogyha mondjuk Rambó szerepét Woody Allen játszotta volna a 80-as években, hát ott is csak néztem volna, hogy jó, a gyerekek, hát ez nem jön át. Szóval azért a színész választása is basszus, figyeljünk már. Szóval, na mindegy. Igen, egyébként ezek jó példák voltak, de hadd mondjak egy másikat is, és akkor talán ezzel be is fejezném, hogy azért például a Star Treknek is volt egy olyan időszaka, amikor ugye az eddig férfiak által dominált főszereplő karaktert, ugye a kapitány karakterét, azt egy nő helyettesítette, illetve a nő vette át, és ez nem más, mint ugye Janeway kapitány. Hosszú évadokon, illetve éveken keresztül ment a sorozat is.
Szerintem pont ennek a mi generációnak, 20-30 éves generációnak egy nagyon jó példa volt Amerikában az ő karaktere. Tehát, hogy nem csak a fizikális erővel, maszkulinitással lehet példaértékűt alkotni, hanem ugye azzal is, amit Janeway kapitány karaktere gyakorlatilag az asztalra letett, tehát egy erős, határozott és intelligens nő. Na, ilyenekről nem lesz példa a mai filmjeinkben, úgyhogy már egy kicsikét itt így előre szaladva. Három filmet hoztunk ezen a héten. Kezdetnek pedig itt van egy film, amit Ádám látott egyedül. A héten mutatták be ezt a filmet, viszont hát nagyon kevés helyen lehetett ezt a filmet, az Árva Brooklynt megnézni. Az Edward Nortonnak az első rendezése, ami igazi sztárparádét hozott, hát többek között Alec Baldwin, Bruce Willis is feltűnik a filmben, és meglepően jó kritikákat olvastam én róla. Érdemes keresni ezt a filmet, Ádi? Hát, így akkor megelőlegezném azt, hogy vagy elárulom, lelövöm a poént, igen. Mert abban az esetben, hogyha ez jelenleg is csak ennyi helyen lesz látható Magyarországon, ahány helyen látható, akkor szerintem egy nagyon jó kis filmről és egy nagyon jó kis noir krimiről maradnak le az emberek, meg akiket érdekel. Egyéb iránt meg azt tudom mondani, hogy amúgy ugye Edward Nortonnak hiába ez az első önálló rendezése, ettől függetlenül már nagyon sokszor megmutatta azt, hogy igenis van vénája ahhoz, hogy nem kizárólag a színészi alakításban, hanem ugye rendezésben is, illetve bármilyen művészi alkotásban ugye jelen legyen. Nekem például tőle az egyik kedvenc filmem ugye az a Harcosok klubja volt, amiben szintén egy nagyon noir, nagyon sötét cselekményt próbált meg lefesteni, és egy kicsit ilyen elborult, szürreális felkonfal volt az egész film végig narrálva. Minden esetre ez a film, az Árva Brooklyn egy picit más, és másképpen más, de hogy miért, azt mindjárt ki is fogom fejteni. Ugye alapvetően a filmnek a főhőse az Lionel Esrog, aki egy olyan detektív, aki egyébként Tourette-szindrómában szenved, ugye annak, aki esetleg nem tudná, hogy ez mit jelent, bizonyos időközönként trágár, a kontextus nélkülöző megjegyzések, beszólások hagyják el az ő száját, és tulajdonképpen ezzel le is fektetik a filmnek az alapmotívumát, vagyis azt, hogy hogyan boldogulhat valaki, nevezetesen ugye a főhősünk egy detektív egy olyan világban, ami alapvetően kiveti magából ezt a fajta idézőjelben véve különlegest, vagy sajátost, vagy mást, legyen szó akár bármilyen rasszbeli különbségekről, vagy az ehhez hasonló betegségekről. És Norton karaktere már ugye a filmnek a legelején elveszíti azt a támpontot, ami a normális élethez köti, és ez a támpont ez nem más, mint a mentora, akit egyébként Bruce Willis alakít. Tulajdonképpen nélküle kell neki vágni a saját életének ez egy legnagyobb feladatának, ami pedig az, hogy az apa karakterének a halála után felderíteni az ő gyilkosainak a kilétét, illetve magát a gyilkosságot megoldani, és minél jobban próbálja magát beleásni a rejtébe, annál mélyebbre kúszik ebben a korrupt és nagyon sötét ocsmány világban. Maga a film az egyébként az 1950-es évek Brooklynját festi le nekünk, és azt egyébként szinte tökéletesen, tehát az autók, az emberi gesztikuláció, a mimika, a ruhák, az épületek, minden azt tükrözi, hogy itt egy szolid 70 évvel a múltban járunk. És hát ugye azt tudni kell még a filmnek a környezetéről, hogy ebben az időben a korrupció és a burkolt rasszizmusnak volt a meleg ágya ez a hely. Ugye a négerek és a fehér emberek közti ellentétek azok nagyon brutális és sokszor véres feszültségeket okoztak. És ezt a fajta feszültséget, valamint azt a fajta szuszpenzt, ami ebben a brooklyni érában tapasztalható volt, ezt egyébként nagyon jól lefestette a film. És talán legjobban pont ilyen burkolt megjegyzésekkel. Ugye volt, amit te is említettél a szereplőknél, van benne egy főszereplő, akit Alec Baldwin játszik, ő tulajdonképpen egy hatalommániás, korrupt politikus vagy városvezető, aki
hát igyekszik egy ilyen filantróp embernek a képében tetszel, egy kicsit egyébként olyan, mint egy ilyen megtestesült, tudjátok, ez a rabló pandúr, aki a gazdagoktól elvesz, és aztán a szegényeknek odaadja, mint egy Robin Hood gyakorlatilag. Viszont... Én azt olvastam, hogy egy ilyen Donald Trumpos figurát hoz a filmbe, ez nem tudom, mennyire állja meg a helyét. Tehát, hogy mondjam, a valóságban ilyen. Szóval ezt le se lehetne tagadni. De egyébként meg olyan kis mézesmázosnak tűnik sokszor a karaktere, és ugye tipikus politikusként igyekszik lenyugtatni a kedélyeket, igyekszik ugye parkokat és mindenfajta rekreációs épületeket építetni azért, hogy az embereknek az együttérzését és szimpátiáját elnyerje. Tehát tipikusan ez a fajta köcsög politikus, akit egyébként nagyon sokszor szoktunk látni a médiában is. És ő például a megtestesülése annak, hogy hogyan lehet lenézni a négereket, hogyan lehet lenézni a szegényeket, akik ugye az otthonukat féltik, mert a városban egy ilyen gentrifikációs projekt van éppen a épülőben, aminek az egyik vezetője ez az Alec Baldwin által megformált városvezető, és például egy másik, gyakorlatilag az ellentét oldalon ott áll ugye Willem Dafoe-nak a karaktere, aki pedig egy mérnök ember, aki egy fenntartható fejlődést igyekszik a városnak megvalósítani. Azonban azt is sejtjük, hogy az ő múltjában is vannak azért sötét titkok, és talán ettől az ilyen kettősségtől és ilyen árnyaltságtól lesz egyébként nagyon mély a filmnek az összes karaktere, mert nincsen egyértelműen jó és rossz, nincsen fehér és fekete, inkább mindenki egy kicsit szürke. És maga a főszereplő is egyébként ilyen. Tulajdonképpen egyfajta csendes társa a mentorának, ugye Bruce Willis karakterének, és végig csak segíteni próbálja az ő munkáját. Egyébként pedig, miután ugye meghal az ő főnök, illetve a mentora, és megörökli a kabátját, illetve a kalapját, ezzel tulajdonképpen egyé válik annak bizonyos tulajdonságaival. És magára veszi az ő magabiztos, tetrekész és professzionalista attitűdjét. Ez a fajta átalakulás, evolúció az, ami egyébként mozgatja előre a filmet. Ugyanis ettől válik a főszereplőnk, ugye Norton karaktere egyre többé, mint egy kiszámíthatatlan dadogós flapnis, és ez ad igazi mélységet egyébként a karakterének is. És ami az érdekes egyébként ebben, hogy én úgy éreztem az egész film során, hogy ez jelentette a számára a legnagyobb ellenfelet is, tehát nem volt egy kimondott főellenség, mint mondjuk Thanos a bosszúálló filmekben, tehát erre ne számítsunk, inkább itt egy saját magával megküzdő embernek a tragédiája, illetve felemelkedése az, amit végigkísérhetünk. És a film végére sem feltétlen az volt a cél, hogy megtalálja és felderítse a gyilkosságot, hanem az, hogy valahol legyőzze önmagát is, illetve ezt a kényszerbetegségét. És az Árva Brooklyn ilyen szempontból inkább egy ilyen lelki road movie, azonban nem egy fizikailag számszerűsíthető úton veszünk részt ugye a főhősnek a kalandjaiban, hanem tulajdonképpen a karakterfejlődését követjük végig. És maga ez a karakterfejlődés tartogat annyi nehézséget, hogy ezek izgalmasak legyenek, és tele van a film lövöldözéssel, autós üldözéssel, az összes krimibe vagy krimire jellemző kis motívummal, de mégis a legfontosabb ág, vagy legfontosabb karakterív az magának a főhősnek a belső lelki fejlődése. És igazából az az érdekes, hogy a legjobb jeleneteket azokat mindig azok a pontok szülték a filmben, ahol nem egy fizikailag elérhető, megfogható valamivel szembesülünk, hanem Norton saját gyengeségével, illetve inkább úgy mondom, hogy a főszereplő saját gyengeségeivel. És például azzal, hogy hogyan dolgozza fel a gyászt. Mindenki másképp kezeli ezeket a helyzeteket. Ő például ugye ezzel a Tourette szindrómával ráadásul megfűszerezve a gyászt megpróbálja humorra átfordítani, és sokszor ez úgy jön belőle elő, mint egy ilyen hisztérikus, már-már őrült szintjét kapargató látvány,
És emiatt egy kicsit egyébként meg is ijedünk, és bele tudjuk érezni magunkat az ő helyzetébe, és semmiképpen sem hiteltelen. Viszont pont emiatt féltem attól, hogy így a megvalósítás során talán az lesz a filmnek az üzenete, hogy kellő lelki erővel, kellő lelki kapacitással mindenki felül tud kerekedni ezeken a gyengeségeken, és ki tud lábalni ezekből a kényszerbetegségekből, és hál' Istennek nagyon nagyot csalódtam, mert Lionel tulajdonképpen a film legvégéig sikerül neki meggyőznie, illetve megőriznie saját magát, és hát elnyeri a film végén a neki járó happy endinget. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy nekem nagyon tetszett a film, mégis azt gondolom, hogy nagyon sokaknak nem fog tetszeni. Méghozzá azért, mert egyszerre két szálon fut legalább, és nagyon lassan mozog sokszor a történet, és mély magának a karakternek ugye a fejlődése. Nehéz ezt a kettőt egyébként elkülöníteni, és attól tartok, hogy nagyon sokan bele is fognak zavarodni abba, hogy mennyi mindent próbál átadni a film. Ami az egyetlen szerencse, hogy vannak olyan lassabb részek, ahol egyébként hagyott időt a rendező arra, hogy egy kicsit feldolgozzuk a cselekményt, de ez nem volt le semmit a zárva Brooklynnak az értékéből. Egyébként a rendezés számomra csillagos ötös volt, a karakterválogatás a zseniális, és itt nem szeretnék szándékosan senkit kijelölni, mert így Alec Baldwin, Willem Dafoe, illetve Edward Nortonnak a karakterét azt így egy piedesztára helyezném, és az egészet végigkíséri az a fajta nosztalgikus jazz, ami átlengi az egész brooklyni hangulatot. Egészen egyszerűen zseniálisan tudták érzékeltetni a koreszmét és a korszellemet, valamint ugye a főhősnek ezt a belső lelki fejlődését. Nem is tudnék róla igazából sokkal többet mondani, és szerintem ezzel így is el is mondtam nagyjából mindent. Nekem egy 10/7, de, de nagyon, nagyon erős 10/7, szóval ez a gondolkodós, hogy most 10/8, de... Bruce Willis itt most színészkedik, vagy az elmúlt évekhez hasonlóan itt is igazából néz elmajőre magában, és igazából számolja a pénzt, amit a filmért kapott, van egy normál színészi munkáid van, csinál itt valamit? Nem szerepel sokáig a filmben. Ugye az a probléma, hogy maga karaktere olyan, hogy nem igényel nagy befektetést. Szóval Bruce Willis a filmben igazából. Igen, ja, igen, hát ezt akartam mondani, igen. Hogy amikor saját magát hozza, az igazából ide teljesen tökéletesen elég, mert ugye ennek a Franknek a karakter is kicsit ilyen visszafogottabb, profi, magabiztos, tetre kész, ahogy azt mondtam, de ettől függetlenül meg abszolút nem veszel rajta észre így arckifejezéseket, és egyébként erre figyeltem, és próbáltam keresni, de nem találtam. Ugye Edmar Nortonról annyit azért még érdemes tudni, hogy bár ugye rendezői kreditet nem kapott érte, de hát ugye nyílt titok, hogy az Amerikai History X-et lényegében ő rendezte meg a végén, mert ugye Tony Kaye-el olyan szinten összeveszett ő is, meg a stúdió is, hogy a rendezőt azt végül kizárták a vágószobából, nem engedték oda már rendezni, és hát lényegében Edward Norton volt az, aki a filmet végigvitte, bár ugye a rendezői név az még mindig Tony Kaye, de akik ott dolgoztak, azok azt mondják, hogy hát lényegében Edward Norton volt az, aki ezt a végén rendezőként befejezte. Most meg hát itt van az egyik ilyen első filmje, úgyhogy aki teheti, meg akinél játszik ezt a filmet, szerintem nézze meg, adjon neki egy esélyt. Kérdés, hogy adjunk-e esélyt a héten bemutatott horrorfilmnek, a Lidérces mesék éjszakájának, amit Vivivel ketten néztünk meg. Aj, Boki, kihagytad? Miért? Hát beszori. De írtam neki direkt, hogy nem félelmetes. Na hát. Nem hittem el. Hát egyébként tényleg, elhiheted. Ez a film, ez olyan szinten pofátlanul átvert mindenkit az előzeteseivel, hogy engem nagyon felbaszott. De tényleg. Azt hitted, hogy nagyon jó lesz? De nem, amikor az előzetes néztük, és emlékszem egyszer talán Bokival is néztünk a mozival közösen filmet, amelyet levetítették a Lidérces mesék éjszakájának az előzetesét, és olyan szinten félelmetesnek, meg parának tűnt, és Guillermo del Toro, igen, és hú de sötét, hú de mély, fú, de nagyon bizé, ez aztán akkora bizé félelmetes lesz, mint az állat. Erre kaptunk baszki egy
tucat tini horrort. És te... Igen, és itt akkor meg is választottad, hogy érdemes-e megnézni ezt a horrort. Nem feltétlenül mondanám ezt rossznak, mert szerintem azért a tini horrorok is tudnak jók lenni, meg szerintem azért annak is van egy közönsége, és meg lehet csinálni azt is jónak, csak hogyha nem azt reklám, tehát tényleg, hogyha itt így bereklámozzák neked, hogy hú, de kurva jó lesz ez, hú, de félelmetes lesz, és igazából kapsz egy tini horrort, akkor azért ott úgy kicsit csalódottnak fogod érezni magadat szerintem. Hát ez így van. Tehát én is valami nagyon, nagyon másra számítottam a film alapján. Ugye az alapkoncepció az annyi, hogy van egy álmos kis amerikai kisvárosunk, ugye szokott indítás, és egy baráti társaság, akik Halloweenkor igazából leleményesen bosszút állnak azokon, akik őket szivatják a suliba, de miközben menekülnek, betévednek egy kísértett házba, ahol a polcról pont azt a könyvet veszik le, ami saját maga lidérces történeteket ír, amik megelevenednek, és ezek elkezdik őket üldözni. Na már most ezt nem tudom, te olvastad, de hogy ennek az alapja egy Amerikában igazán népszerű könyvsorozat. Igen, még a 60-as, 70-es években íródott az első rész, és az 80-as? Igen. És hogy nagyon népszerű, mert hogy amúgy ilyen gyerekhorror lenne, de hogy az író az nem aprósztel, tehát hogy tényleg olyan szinten részletesen írja le ezeket a halálokat, vagy egy-egy szörnyet, hogy az már ilyen 18-as karikásnak számít igazából a könyv is, tehát hogy egy kicsit ilyen identitás zavaros is, de hogy nagyon, nagyon jól működnek. Ráadásul és ugye olyan történeteket szeret össze, mert ez egy ilyen antológia könyv. Ez az olyan amerikai folklórnak. Igen. Pontosan az amerikai folklórban jelenlévő ilyen horror történetek, vagy hasonlóak, amiket itt így összeszedtek, és részletesen leírtak. Úgyhogy... Nagyon jó az alap. Igen, lehet, igen. Ebből egy nagyon jó lehetett volna. Igen. És tényleg ez, most ha csak így belegondoltok, de bármelyikőtök, hogy adott egy ilyen, nevezzük akkor varázskönyvnek, mert most jobbat nem tudok rámondani, ami... minden egyes beteg fantáziát bele lehet ebbe szőni. Tehát, hogy itt az alapkoncepció, hogy ami abba leíródik, az megelevenedik. Tehát innentől bármit meg akarnak jeleníteni a vászon, nem kell tovább magyarázni, hogy jó, de ez most hogy van itt? Ott a könyvben, ott az életben. És le is írtad egyébként a filmnek szerintem a legnagyobb problémáját, hogy na most 2019-ben, amikor a sorozatok reneszánszát éljük, nem működött volna jobban ez egy antológia sorozatként, mondjuk, mit tudom én, 6 részes első évad, 6 részes második évad, és mindegyik de rész egy-egy ilyen történetet mesél el. Még ezt én írtam is neked, mikor beszéltünk róla, hogy nekem kicsit ez volt az érzésem, mert hogyha egy ilyesmiről beszélünk, akkor nyilván szerintem mostában mindenkinek beugrik a Stranger Things, nem? És kicsit az is volt az érzésem, hogy ezt a Stranger Things vonalat akarjuk ebbe megragadni, mert hogy ugye, meg még kicsit az is eszembe jutott, hogy ez a gyerek... Szerintem inkább az, mert azért itt a gyerekek azok már inkább egyetemisták. Én a Stranger Things-et nem láttam benne, de azt igen. Már hogy lehet, hogy emiatt a walkie-talkie-s, biciklizős 70-es évek nekem ez már, és szörnyek, nekem ez így hozza azt, de ezzel nem fogunk közösszni, mert egyébként jótól lopni nem lenne szerintem bűn. De valahogy pont amiket akár a Stranger Things-be, akár az első részében nagyon szerettem, az nekem az volt, hogy én a gyerekek közt egy nagyon jó kapcsolatot, és dinamikát, és humort, és tényleg barátságot látok, és nekem ebből a filmből ez hiányzott. Tehát, hogy ha nézzük azt, hogy mert nekem nagy gondom nem volt egyébként a megjelenített lidércekkel, mondjuk így az egyikkel, igen, de volt olyan, amelyiknek szerintem viszonylag parás volt, akár itt a madárijesztőre gondolok, vagy ez a széteső figura, vagy a lábújtalan csaj, nekem ezek úgy mentek. Viszont mellettük, mikor az a köztes részeket ki kellett tölteni, a gyerekekkel,
Fú, na azokon nagyon szenvedtem, és a film végére már olyan szinten szenvedtem, hogy nem is érdekelt, hogy mi lesz itt a befejezés, vagy a konklúzió, vagy hogy mi fog történni. Tehát így jött volna egy gondolat, hogy akár meg is hallhattok, de azt meg a film elején, mivel ilyen visszaemlékezős narrációval kezdődik az egész, tehát így gondoltam, hogy jó, akkor itt azért lesz, aki életben marad. Szóval egy kicsit azt érzem, hogy ilyen két szék között a pad alá estünk ezzel a filmmel, hogy nem is tudtuk eldönteni, hogy mit kellene csinálni vele, vagy mit akarunk ebből kihozni. És szerintem nagyon kár érte. Igen, szerintem az összes létező ilyen horroros klisét összeszedték és belerakták ebbe a filmbe, tehát hogyha láttál már egy ilyen tini horrort, akkor nagyjából el tudod mondani, hogy ez az egész miről fog szólni. Tehát annyira nincsen önálló gondolata ennek a filmnek, hogy az valami félelmetes. Ettől eltekintve viszont vannak benne tök jó gondolatok, tehát ez az önmagát író könyv, ez tényleg egy ilyen olyan dolog, ami akár működhetett is volna. Szerintem a rémek, amik benne vannak, azok teljesen megérdemelnének akár egy ilyen, mondtam, egy órás részt is önmagába. Tehát ez a madárijesztős történet szerintem ez egy tök para, meg tök jól megvalósított, amikor a srác átváltozik madárijesztővé. Hát igen, ugye nagyon sokszor itt nem CGI-jal, hanem mindent igazából maszkokkal, jelmezekkel készítették el, ami azért látszik, mert tényleg van, ami nagyon faszán néz ki, kivéve az az ember, ami itt így a saját testrészeit elveszíti, és újra föl tudja építeni, az nagyon mocsok ronda a CGI, az gusztustalanul nézett ki. Tehát azért 2000-es évekbeli. Az nekem para volt egyébként. Az para volt. De ez úgy nézett ki, mintha mondjuk a, nem tudom, a Mumia 2-ből hozták volna a CGI-t, szóval, tehát és gondoljátok el, az mennyire szarul nézett ki. Mellette meg ott van egyébként ez a maszkokkal megcsinált madárijesztő, ami iszonyatosan para, ráadásul a gyereknek, amikor ugye van egy olyan rész a film nagyon elején, hogy egy ilyen kis rohadék gyerek folyamatosan bántja ezt a madárijesztőt, és a végén madárijesztővé változik ez a gyerek, és annyira iszonyatosan jól megcsinálták ezt, ahogyan átváltozik az a srác, hogy az zseniális, hát tapsoltam, hogy baszki, hát ez így kurva jó, ez így nagyon működne, csak az a baj, hogy egyébként egy-egy jó ötletre jut kettő ilyen klisé halmaz, ami egyébként szarul is van megcsinálva, és nekem egyébként az Adsz vagy Kapsz című horror jutott az eszembe, amit szerintem nagyon sokan néztek, ez egy ilyen halloweeni antológia történet, egy ilyen nagyjából 2 órás film, amiben összegyűjtötték a Halloween összes ilyen folklórját, amit itt így lehet megtalálni. Tehát mit tudom én, hogy ha nem adsz Halloweenkor csokit, akkor eljönnek a szellemek és elkapnak, akkor ott van a buszsofőr, aki elvitte és megölte a gyerekeket, és ezeket a folklórban található rém halloweeni meséket, ezeket összegyűjtötték egy filmbe, és valami iszonyatosan jól összefűzték. Nem lett egy klasszikus horror, de egy nagyon-nagyon-nagyon jó horror lett belőle, és igazából szerintem itt is meg lehetett volna csinálni ezt sokkal, de sokkal jobban. Ráadásul, ahogy elmondtam, vannak nagyon para részek, például a madárijesztős rész, vannak olyan részek, amik mocskosul rondán néznek ki, tehát ez az ember, aki elveszíti a kezeit, meg van olyan, ez a fehér ruhás nő, ami egyszerűen úgy néz ki, hogy egyszerűen nem tudok félni, mert ez egyszerűen a szellemre gondolsz? Nem, ez a nagyfejű, ronda testű nő, ami a piros szobába elkapja azt a gyereket. Azt is akartam mondani. Hát milyen geci rondán néz az ki, te jó ég. És te nem nézted meg azóta se azt a filmet, amivel a podcastbe leszivattál, hogy én néztem meg egyedül a Sóhajok. Igen, igen, igen. De abba? Esküszöm neked, mint ha abból megmaradt volna ez a jelmez. Abba az egyik szereplő nekem echte azt hozta. Nekem a Momo jutott az eszemből, ez az internetes mém, a Momo. Hát kb. Úgy nézett ki, csak itt egy nagy testtel, és kibaszott undorító volt. Tehát azt nem értem, hogy nem röhögte el magát a srác, aki hogy futott az elől. Meg ráadásul ott undorító volt, nem félelmetes. Igen, ráadásul most úgy kapta el a gyereket, hogy itt igazából magába olvasztott, és néztem, hogy ettől kéne nekem megijedni. Hát mi a fasz? Hát. Ráadásul a filmnek nincsen vége, igazából, mintha elvágták volna egy ilyen cliffhangerrel, hogy próbálja a szereplőket visszahozni a csaj, és mint hogyha azt mondta volna, hogy na jó, majd ezt a folytatásba itt csináljuk, igen, vagy a folytatásba megláthatjátok. Nem tudom. Én ezt sokkal inkább megcsináltam volna, mondom, egy ilyen 6-8 részes ilyen horror antológia sorozatnak. Szerintem sokkal jobb lett volna, sokkal ügyesebben kidolgozhatták volna, megérdemelték és volna ezek a rémek. Szereplőkkel. Igen, 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 igen. Mert nekem az még egy nagyon-nagyon gyenge pontja volt, tehát
főleg a főszereplő kislány, nekem ő nagyon, de egyik sem. A szemüveges kiscső? Az nekem mindegyik borzasztó volt, mindegyik szereplő, megmondom őszintén. De itt egyébként most mondjuk ezt a sok rossz dolgot, de ennek ellenére én mégis egy 6-ost meg tudtam ráadni, mert voltak benne nagyon jó részek, a képi világ, ahogy te mondod, az nagyon jó az volt. Jó, nagyon szépen van fényképezve. Ez a kísértett ház is szerintem iszonyatosan szép, vannak benne kreatív elképzelések, szóval igazából egy ilyen tucat tini horror, amire azt mondod, hogy na jó, hát ezt egyszer megnéztük, jól van. Parázni nem fogsz rajta. Igen. Tehát, hogy azt látom, hogy nem feltétlenül azért hibás, mert hogy beleszartak, hanem bizonyos dolgokon elcsúszik. De az alapkoncepció tényleg jó. Én is egy ilyen 6-oson gondolkodtam, de aztán nekem így az 5-ösre ment az ujjam. De igen, tehát ez az 5-ös-6-os, ha mindenképpen számozni kellene. Minden esetre, hogyha valaki szereti ezeket a tini horrorokat, és mondjuk olyan horrort akar nézni, amiben mondjuk nagyon nem fog megrémülni, csak szeretné, ha egy-egy jumpscare-t, akkor szerintem adhat neki egy esélyt. Szóval ez tényleg nem az a horror, amiről kijössz, és napokig parázni fogsz. Egyáltalán nem. Úgyhogy ez volt a lidérces mesék. Boki nyugodtan egyébként tényleg szerintem meg se ijedne még ő se, pedig aztán ő nagyon fél ezektől a jumpscare-ektől. Na de nézzük, Boki, mennyire ijedtél meg a Charlie angyalaitól. Mennyire volt félelmetes ez a film? Az volt a félelmetes, hogy mondtad, hogy nézzem meg. Nem, egyébként hát ez az a film, ami előtt már szerintem iszonyat sok hír megjelent. Köszönhető például ugye Banks arroganciájának is. És hát nem okozott nagy meglepetést, megmondom őszintén, én azért ültem be, vagy úgy néztem meg, hogy tudtam, hogy egy vacakfilm lesz, és tényleg egy vacakfilm volt, tehát... De így, azt is hozzá kell tenni azért, hogy amekkora hype volt, hogy ez ilyen-olyan szar, tehát hogy ilyen -2 a 10-ből, annyira azért nem volt rossz. Rossz volt, de hát megmondom őszintén, én sokkal rosszabbra számítottam. De hát még így is lényegében egy borzadály ez a film. Bár Kristen Stewart egész jól nézett ki benne. És, tovább megyek szerintem, Kristen Stewart játszott, jó színész volt benne. Játszott, igen. Jól játszott. Igen. Úgyhogy én őt ki is akartam majd külön emelni, de nézzük. Ugye a lényeg, hogy a sztori tök ugyanaz, mint úgy kb. Mindig. Főgonosz, világuralom, sok pénz, elkapják, győznek, besétálnak a napnementébe. Tehát ennyi igazából az egésznek a sztoria. Ugye van Charlie, akinek az angyalai mentik meg mindig a világot, és őket Bozli irányítja, amiről most így kiderült, hogy ez a Bozli, ez nem is egy név, hanem egy titulus. Most ezt tudtad egyébként te? Most már, mert ugye eddig a filmekbe a Bozli az, igen, egy rendes tudom, név volt, tudom. De most ebbe a filmbe behozták, hogy már annyira népszerű ez a Thousand ügynökség, hogy több Bozlit is kitalálnak. Ez mondjuk szerintem egy irdatlan nagy böszmeség volt. Na mindegy. A lényeg az, hogy ugye az angyalok, ugye Kristen Stewart, a nagyon laza, nagyon vicces csaj, a Ella Belinska a nagyon izom, és Naomi Scott az IQ. Tehát a tipikus felállás, a lényeg az viszont, hogy abszolút nem működik. Tehát olyan szinten nem működik, hogy az vajon borzasztó. Miért nem? Mert egyszer nem hiszem el. Tehát ugye ők megmentik a világot az eszükkel, a tudásukkal, a harci képességeikkel, és így tovább, és így tovább. Most amikor Ella Balinska elkezdi verni az embereket, egy köbölőhely. Tehát még azt mondom, hogy még jó is lehetne az akció jelenet, mert tényleg amiket úgy néha-néha művelnek, azért van egy-kettő jó mozdulat, de egyszerűen nem hiszem el, hogy látom ezt az embert, és azt mondom, hogy nem, ez nem hiteles. Ugye, amit pont az elején én beszéltünk. Én hát most vitatkoznék ezzel. Tehát most, hogyha azt nézem... Ella Balinskáról el tudom hinni. Ez egy 180 magas, kigyúrt nagy darab nőci, akiről el tudom, igen, ő, nézd meg róla csak egy ilyen képet. Őről el tudom hinni azt, hogy mit tudom én, tényleg oda menj és lever valakit, mert neki van olyan alkata. Tehát pont amit itt így mondtam itt a castingoknál, hogy mondjuk Uma Thurmanről elhiszem, hogy egy karddal legyalul mindenkit, mert olyan alkata van. Ella Balinskáról el tudom hinni, hogy lever valakit, mert tényleg 180 magas, gyúrt nőci, tehát róla adja magát, hogy akciósztárként is lehet jövője, szerintem. A többiek viszont tényleg borzalmasak, és tökre fáj ezt kimondani, de például hát Patrick Stewart, vagy Jimon Husu, hát valami iszonyatosan felejthető semmilyen ebben a filmben. Patrick Stewarton tudtam szórakozni, mert nem volt más. Hát... De én neki szurkoltam konkrétan.
Nem tudom. Szóval én azt szerintem tisztázni kell az elején, hogy a Charlie angyalai tényleg ez nagyon rossz film. Szóval nem lehet elválasztani ezt a filmet az üzenetétől, de hogyha attól külön kezdjük el vizsgálni, akkor is azért nagyon rossz dolgokat tudsz itt így belerakni ebbe az egészbe. Tehát nem tudsz olyan jelenetet nagyon felidézni, amire azt tudod mondani, hogy hát jó, ez elment. És leginkább szerintem itt a rendezésem, meg az operatóri munkám ment el minden. Szóval nem jó ez. Ráadásul Elizabeth Banks ugye nem csak írta és rendezte, de főszereplő is ebbe a filmbe, és ez a nő, ez egy nagyon szar színész is. Szóval egyetlen jelenetet nem tud eljátszani, folyamatosan irritálóan affektál, és mellé még valamiért még oda nem illő sárga napszínűvekbe tolja végig ezt az egész tetves filmet. És nem Elizabeth Banks-et, nem emiatt a film miatt utáljuk, szóval Elizabeth Banks-ről azért már korábban is hallhattunk. Ugye, hallgassátok vissza a Brightburn kritikánkat, abban a mocsokszar filmben is az egyik legutálatosabb rész az a főhős anyukája volt, amit ez a anti-színész játszott. Elizabeth Banks volt ott az anyuka. Tehát Elizabeth Banks egy tényleg szar színész, és ezt korábban is már megénekeltük, hogy ő nagyon szar. De egyébként... Lennek az utált listája, aztán bőzik még egy a másik dolog, meg nem tudom, hogy néztétek-e, hogy ebben a filmben milyen szarul használják a CGI-t. Tehát bunyó közben a szereplők ide-oda teleportálnak, azon már nem lepődök meg. Agyon van vágva az összes jelenet, oké, ezt is itt így valahol el tudom még nézni. Az, hogy a robbanások olyanok, mint egy szupercellába, sőt, még talán a szupercella minőségében van megaminálva, azt is még elfogadom. De baszki, képesek voltak CGI-jal meganimálni egy erdős rétet, baszki. Szóval mennyi lett volna kimenni arra a kurva erdőbe is ott úgy leszínészkedni azt a jelenetet? Nem bazd meg, animáljuk meg. És olyan szinten leugrik a képernyő az, hogy egy animált rét előtt áll az a három kretén, hogy az valami borzasztó. Tehát nem hiszem el, hogy ilyen baromságokra kell a CGI-t használni. Tehát borzasztó. Nekem ami a legrosszabb volt, és azon nem tudtam túllépni, az hogy... Nem, túlzás lenne azt mondom, hogy mindent meg tudnék bocsátani ennek a filmnek, mert nem. És nagyon nem is akartam megnézni. De legalább azt elvárnám, hogyha valamit folytatnak, mert nevezhetjük ezt nyugodtan a régebbieknek a folytatásának, akkor úgy nyúljanak hozzá, hogy a régit ne rugdossák már meg. Tehát, hogy így kicsit az volt az érzésem, mert én szeretem a régi változatot, ezt a Drew Barrymore-os, nekem az egyik kedvenc filmem volt, akkoriban rengetegszer láttam. És ezzel a beleerőltetett csavarral, ami van a bózlikat tekintve, vagy bózlit tekintve, ott egy pillanatra meg kellett állítanom, mert felment az agyvizem, hogy még a régit is tönkre teszik, mert hogy visszamenőleg nyúljunk bele, hogy bózli egy köcsök pasi. Akkor menjünk rá az üzenetére még kicsikét, vagy kicsikét még beszéljünk magyáról a filmről, mert szerintem még azért érdemes még, mert tényleg egy rossz film, szóval igen, ez az üzenetet majd kibontjuk meg minden, de most beszéljünk már arról a forgatókönyvről, tehát olyan fordulatok írtak bele, hogy ott már tényleg ki akartam menni a moziból. Úgy hoznak vissza karaktereket a film elejéről, hogy annak nincsen semmi értelme. Arról nem is beszélve, hogy mennyire néz már ki szarul, hogy itt egy film, amiben minden tetves jelenetben más ruhába, meg más sminkben szaladgálnak a szereplők. Nekem ezt a barátnőm hozta föl erre a figyelmet ott a filmnézés közben, hogy baszki, megint más ruhába van. És tényleg, egy séta közben is, miközben a kamera elfordul, ezek átöltöznek és új frizurát, meg sminket villantanak. Tehát borzasztó! És lehúztuk annak a Brightburnt is, meg a Hellboyt is, és azoknak nem volt egy szar üzenete, csak simán szar filmek voltak, és hogyha eltekintek ezektől az üzenetektől, amiket ez a film megfogalmaz, és amiért majd meg fogjuk rugdalni, szerintem amúgy is ez egy nagyon jó szívűen kettesre, hármasra értékelt film, mert borzasztóak a színészek, borzasztó a CGI, borzasztóak a bunyók, borzasztóak a párbeszédek, borzasztóak a fordulatok, tehát mindent elrontottak ebbe a filmbe, amit lehet. És akkor emellett még ugye ráhúzták azt a borzasztó üzenetet is, amiről pedig majd mindjárt beszélünk bővebben is. Egyébként a párbeszédekre örülök, hogy kitértél. Nekem azért van pár lánybarátom, és nem csak fiúkkal vagyok körülvéve. Soha életemben nem beszélgettünk így, mint itt a lányok, hogy ja, amúgy tök tuki lennél, de a sárga nagyon nem áll jól. Mi van? Tehát, hogy
Nincsenek ilyenek, és én pont ezt szeretem egy-egy filmben, amikor úgy nyúlnak dolgokhoz, hogy tudsz velük azonosulni. Nem karakteridegen, de itt olyan párbeszédek vannak, hogy azon csodálkozunk, hogy ezt valaki komolyan gondolja, hogy ezek a mondatok kijönnek emberek száján. Elvesztettem az előbb a szót, de most én visszatérnék egy picit a harcokra is, mert ott még nem tudtam befejezni, hogy nekem azért is volt borzasztó hiteltelen, ezen akkor nyilván vitatkozunk, hogy Ella az-e vagy nem, de itt lezúzzák hát nyilván a gonosz férfiakat, és közben még a hajuk se kócolódik össze, és a sminkük se változik, meg egy picit se. Úgyhogy átdöptek az utcán, az ablakon. Volt. A régben is így volt, és jó, hogy felhoztad a régit egyébként. Én pont azt akartam mondani, hogy én igazából ezért is nem húztam föl magam, és így el voltam Kristen Stewart-tal, Patrick Stewart-tal, és nem húztam föl, mert megmondom őszintén, ez a régi Charlie angyalai, meg egyik Charlie angyalai nekem soha nem volt egy olyan über nagy cool dolog. Úgyhogy én igazából itt nem nagyon, tehát hogy vannak, amikor nagyon beledugnak egy régi, nagyon szeretett filmbe, de megmondom őszintén, nekem a Charlie angyalai soha nem volt így a szívem csücske, úgyhogy igen, csak a régi Charlie angyalai, azok nem vették magukat komolyan, tehát van benne egy olyan jelenet, persze, ahol mondjuk Charlize Theron megáll a levegőbe, és itt így elkezd itt így körözni, mint hogyha hirtelen a gravitáció megszűnt volna. Az egy vígjáték volt, egy poént akartak csinálni belőle. Az egy vígjáték volt, egy poén volt. Ez a film vér komolyan gondolja magát, és vér komolyan veszi magát. Ez itt a legnagyobb probléma. Tehát lehetett volna ebből egy jópofa vígjátékot csinálni, és hogyha megnézem azt, hogy Kristen Stewart mennyire kurva jó komikus, nem, mennyire jó kurva jó komikus Kristen Stewart, akkor ebből lehetett volna egy tök vicces, magát komolyan nem vévő filmet csinálni. És még egyszer mondjuk el, Kristen Stewart ebbe a filmben jó. És ezt szerettük mind a négyen. Igen, azt volt a furcsa, hogy ezt fogom kimondani, hogy nem gondoltam, hogy valaha kimondom, hogy Kristen Stewart volt a legjobb a filmben. Ilyennel én még nem találkoztam. Egy olyan filmben, amiben van egy Patrick Stewart is. Ja. Bokiket rá vagy állva a Stewartokra. De ha már ennyire kerülgetjük ennek a filmnek azt a részét, amiről igazából egyikünk se akarja kimondani, akkor talán én most veszem a fáradtságot, és kimondom, hogy szerintem ennek a filmnek olyan szinten undorító és mocskos üzenete van, hogy azt egyszerűen nem lehet nem szóvá tenni. Tehát Elizabeth Banks író-rendező főszereplő olyan szinten harsányan harsogja benne az üzeneteit, hogy a célközönség érezheti szerintem magát a legkínosabban tőle. Tehát annyira torsz képet fest a női emancipációról ez a film, hogy én megkockáztatom, női szempontból és férfiből is ennyire káros és rossz filmet, én nem tudom, mikor láttam utoljára. Konkrétan ez a film fogja, és kimondja, hogy ha te férfi vagy, akkor baszodjál meg, te szemétláda. Tehát és életképtelen is. Igen. Vagy. Konkrétan kizárja a közönségnek a felét, de én pasiként nem hiszem azt, hogy ezekkel az üzenetekkel még egyet tud érteni a másik rész, akinek szólna ez a film, tehát a nők. Én nem hiszem, hogy a nők is ne éreznék magukat kínosan, ne éreznék úgy, hogy kínos helyzetbe hozza őket ez a film, tehát én nem gondolom azt, hogy ez egy nőknek szóló film lenne az, tehát én szerintem a nők is elutasítják ezt a fajta torz képet, amit ez a film itt így képes itt így bemutatni, tehát erősíts meg, vagy cáfolj, Vivi, de szerintem ez nőként is kínos, meg nőként is feszélyező tud lenni. Abszolút. Én ezért nem is akartam megnézni, mert hogy nekem ugyanaz az érzésem volt ezzel, mint az Ocean's 8-tel. Az volt ugye a címe annak a csodálatos műnek, ugye? Igen. Hogy abszolút rossz oldalról üli meg a lovat, szerintem ez az egész már túlzó dolog. És most azt gondolhatnátok egyébként, hogy mi is kicsit eltúlozzuk, Benit ismerve ugye az elragadtatás a jó barátja, de nem, most tényleg nem, mert hogy életképtelen férfi ebbe a vagy életképes férfi ebbe a filmben nincs, vagy ha olyan jeleket mutatna, akkor tudti, hogy gonosz, vagy meghal kettő darab percen belül. Vagy nem tud kibontani egy zacskót. Igen, tehát hogy azért mondom, hogy vagy meleg, tehát aki még normális, vagy jó karakter, az akkor meleg. Tehát, hogy ez azért egy kicsit, tehát, hogy felétek ez nem bántó? Tehát én nem tudom, hogy tudnak a nők így, kicsit az az érzés, mintha
abszolút gyűlölnék a férfiakat, de hogy akkor ők a mindennapjaikat is így élik? Tehát, hogy minden pasika, csak hogy lehet így élni? Akkor mindnek nő a párja is? Vagy tényleg abszolút nem értem ezt az egészet, hogy ja. Hogy működhet. A film végén ugye van pont, és abszolút, abszolút ez nagyon sokat elmagyaráz. Ugye amikor elkapják a Patrick Stewartot, és az összes hirtelen így ugye felgyullad a fény, ami az előbb elment, és az összes férfi így összeesik, és csak a nők maradnak állva, mert hogy mindegyik ugye Charlie angyal volt, és egyből le is nyomták az alatt a fél másodperc alatt a teremben található összes férfit, és minden férfi ki van ütve, és minden nő pedig ott győzedelmeskedik, és ödülnek maguknak. Tehát igazából ez így, ez lényegében el is mondja az egész filmet, hogy igen, erről szól. Igen, és nem elég, hogy erős női szerepeket írnak, de ki is kell csinálni a férfiakat. Tehát Bozli férfi volt korábban, csináljunk belőle itt gonosztály, jajas, mocskos szemetet, aki szarba veszi a nőket, ráadásul hozzunk be egy női Bozlit is. Tehát Charlie egy férfi? Komolyan 2019-ben azt gondoltátok, hogy egy férfi parancsot adhat egy nőnek? Ugyan, már nem lehet ez. A film végén kiderül, hogy egy nő van itt, mert hát... De azon ti se lepődtetek meg. Nem lepődtem, azon lepődtem meg, hogy mondom, nem hozták még ezt bele valahogy. De ott behozták, mondom, na jó van, ezt vártam. Én egyszer meglepődtem a filmbe, mert egyszer majdnem elhittem, ugye mindenki azt hitte, hogy az Elizabeth Banks a gonosz. Az még mentette volna a filmet. Az még mentette volna a filmet. Igen. Mert azt lehet mondani, hogy a nők között is vannak rosszak, teljesen normális üzenet lett volna. Nem bazd meg. Egy nő nem lehet rossz. Egy nő az tökéletes. Nem volt negatív női szereplő. De hogy lett volna? Ne vicceljük. Most kapcsolom. Ráadásul a film az konkrétan kimondja, hogy a nők mindenben jobbak, mint a férfiak. Tehát erősebbek, magabiztosabbak, gyorsabban érzik a veszélyt, tehát kész. És ráadásul a vágóképek is olyanok, hogy sírok tőlük. Minden városba, ahova elmennek, kapunk vágóképet a városról. Vagyis nem a városról, hanem a városban élő nőkről. Ahogy sétálnak, beszélnek, játszanak, dolgoznak, tehát sehol egy férfi. Szinte kiszól a film, hogy erős nők, látod? Erős nők! Tehát ennyire direkt üzenete van. Sőt, ami nem direkt is, azt utána mondta a Beninek, hogy zene sincsen a filmben olyan, amit férfi énekelne. Csak női hát zenék vannak. Ilyenekre nem figyeltem, mondom, tehát, hogy én mert az a tudatalattidra hat, Boki. Ja, értem. Jó, mondjuk félreértés ne essék. Én azon soha nem panaszkodok, hogy egy filmben több női szereplő van, mint férfi szereplő, és nőket de nektek nem jó olyanokat nézni, akik tényleg igazán erős nők? Nem csak kiabálják magukról, hogy igazán erős nők, hanem tényleg. Az, tehát, hogy igen, itt ezt kéne megérteni Elizabeth Banksnek, hogy az, hogy én azt mondom, hogy erős vagyok, meg 7 másodperccel hamarabb érzékelem a veszélyt, az attól még nem lesz úgy, csak azért, mert én ezt mondogatom 5 másodpercenként. Én azon gondolkodtam, hogy szerintem Elizabeth Banks-et az kiskorában egy kisfiú meghúzta a cofját, és ő meg emiatt még mindig igazából haragszik, és bosszút akar állni a gonosz férfiakon, itt egy porba akarja alázni ez a film. Tehát az összes férfit, és fennhangon élteti, hogy csak a nő a fasza, csak a nő a király, és a férfiak azok dögöljenek meg. És ebbe a feminizmusba azt magyarázzatok meg, mert hogy a fenébe fér az bele, hogy a filmbe tucatszor odarakják Christine Stewart seggét, hogy nektek pasik, nektek is legyen valami jó, nézzétek. Tehát egy férfit ezért keresztre feszítenének, csak szólok. A film az legalább tényleg tucatszor megmutatja, hogy de jó segged van Christine Stewart, de jó combod van Christine Stewart. Nézni. Értem, csak ez hogy fér bele abban a mondatban, hogy a nő az erős, a nő az izé, nem csak egy darab hús, de azért mutassuk meg a seggét, mert azért kellenek a férfi nézők is. És az, hogy ami még így idegesítő, szerintem, hogy a szarmunkát takargatja azzal, hogy ez igazából nem szar, csak ti pasik ezt nem értitek. Igen, tehát 8 milliót hozott az első héten a film, aztán utána 3-at a másodikon, tehát nem is játsszák már az amerikai mozikba, és ilyenkor tényleg azt mondaná az ember, hogy na jó, lehet, hogy valamit elbasztam, de nem, igen, nem Elizabeth Banks. Tehát minden indokot felhoz, hogy gonosz férfiak siránkozik Twitteren, hogy ezek a szemét férfiak tönkreteszik a filmjét, meg mert nem érdeklik, nem bazd meg, kutyát nem érdekel ez a szar. Tehát ez egy szar film, borzasztó üzenettel. És még egyszer mondom, vegyük le ezt a fos szar üzenetet, ami igazán lehúzza a filmet, akkor is a mögötte, ami van, az egy Z-kategóriás valami. Tehát nem. Ráadásul
Ráadásul a film minden hibája Elizabeth Banksnek köszönhető, aki tényleg egy tehetségtelen, frusztrált, buta, ostoba, nagyképű tehetségtelen kókler, aki minden hibáját és sikertelenségét rá akarja tolni a gonosz fehér férfiakra, mert képtelen szembenézni a saját alkalmatlanságával. Tehát ebből lehetett volna egy jó film, mert az alapok megvoltak hozzá. Jó volt a casting, mert azért azt ne vegyük el, egy Patrick Stewarttal, egy Kristen Stewarttal, ezzel a nagy darab csajjal, Elizabeth Balenskával lehetett volna egy jó filmet csinálni. Csak hogyha egy tehetségtelen szar rendező, meg forgatókönyvíró vagy, akkor nyilván nem tudsz belőle semmit összehozni. Igen, de az a baj, hogy nem tudok már többet elmondani. Én ezt minden ilyen filmnél elmondom, hogy én gyűlölöm ezt. És még egyszer elmondom, a rossz munkát el kell ismerni. Nekem is van olyan, hogy a munkámban éppen valami nem sikerül úgy, de nem a vendégembe keresem a hibát, mert hogy te egy fasz voltál, vagy a kritikusomban, hanem első körben saját magamban. Aztán utána megyek tovább. És hogy ez a nő, amit csinál, az szerintem is vállalhatatlan. És te egy lányjal nézted meg, Izával néztétek, nem? Gondolom, Izának se tetszett. Te teljesen föl volt háborodva, azt mondta, hogy ennyire szar filmet tényleg nem tudja, mikor. Én, mint nő, a filmetben olyan nőkre vágyok, akivel, mint mondtam, lehet azonosulni, akinél azt érzem, hogy igen, egy kicsit ilyen szeretnék lenni, mint ő, vagy tök jó dolog, amit képvisel, és nekem például szinte válogatás nélkül például a Tarantino filmekben ezt imádom. Már ugye említettem, hogy a Kill Bill, de tovább is mehetnék, hogy a Jackie Brown-t ezért imádom még most is, de hogyha nála tovább megyek, tehát például ott van az Aljas 8-as, abban is erős női karakter van, igaz, hogy nem egy jó karakter, de erős női karakter, hogy nézd meg férfi rendezőként mennyire jó női karaktereket hoz, és ilyenek kellenek, nem ilyenek, tehát ez nekem a szájbarágos dolog, aminek nagyobb a füstje, mint a lángja. Szerintem munka kellene ezek mögé, jól megírt dolgok, jól megrendezett dolgok, és akkor nem kell hangoztatni, hogy erős nők, ahogy te kiabáltad, azt nem kell elmondani. Ha erős nő van benne, azt mindenki fogja tudni, azt nem kell a szájbarágni. Szerintem. Hosszasan lehetne sorolni a filmeket, amiben erős nők vannak, és ezt meg is tettük így a műsor elején. De igazából nem a nőket utáljuk, mi férfiak sem, hanem tehetségtelen buta ostoba filmeseket, mint Mrs. Banks. Szóval ezt kellene megérteni végre szerintem. És én mondtam, hogy ha leveszem ezt az üzenetet, akkor is nálam egy olyan nagyon jó indulatú 3-as vagy 4-es ez a film, de ezzel az üzenettel nekem ez egy kurva nagy 1-es, és 3,9-esen áll jelenleg a film. Tehát túl van értékelve szerintem még így is. Úgyhogy nálam ez egy 1-es, és szerintem eddig az év legrosszabb filmje. Főleg emiatt az üzenet miatt. Nekem elérte a 2-est, mert Kristen Stewarton tudtam azért szólkozni. Meg én mondom, én Patrick Stewarton is tudtam azért elmosolyodni. És én neki szurkoltam, én vele azonosultam. Én azt akartam, hogy ő győzzön. Persze tudtam, hogy nem győzhet. Hogy győzhetne férfi? Mire? Te mit gondolsz? Én egy ilyen nagyon jó indulatú 2-est nyomtam egyébként. Érzem azt, amit a Benny mond, és nevelő célzattal rányomhatnék az 1-esre, de hazudnék, azt mondanám, hogy például nem vagy benne Kristen Stewart egy pozitív meglepetés, tehát ennyit megadok nekik, hogy néhány helyen nem gyűlöltem, és ennyit ért egy gyengeket. Na, hát általában mindig azt mondjuk, hogy nézzétek meg a filmet, aztán mondjatok róla ti is véleményt, ezt ne. Szerintem ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy ezt kihagyhatjátok, ezt nem kell. Nézzétek meg a régit, én tegnap pont láttam az első részt, teljesen jó. Behattam rá, kattintottam, vagyon így szörföltem a csatornák között, ment, mondta vége akció, és abban is benn voltak a baromságok, tehát, hogy mondtam, az első részt kijönnek a vízből, veszik le a buvárruhát, semmi táska, semmi nincs náluk, mesztelenre vetköznek a következő jelenet, de már ruha van. Értitek? Abba nem zavar. Itt meg megőrülök tőle. Tehát, hogy működik ez, csak úgy kell hozzányúlni. Nekem a kedvenc a második részben az volt, amikor Demi Moore kinyírja a volt férjét, a Bruce Willis, tehát az annyira szakadtam, de az kurva jó jelenet volt. Vicces volt, úgyhogy, ja. Na, hétre ennyi volt a Movie Geeks.
hogyha gondoljátok, akkor osszátok meg a videónkat. Egyre közelebb vagyunk az 1000 feliratkozóhoz, úgyhogy ha eddig még nem tettétek volna, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, kapcsoljátok be az értesítést. Fönt vagyunk Facebookon, facebook.com/moviekixpodcast. Rengeteg hírrel, érdekességgel, előzetessel találkozhattok ott. Twitteren is fent vagyunk, twitter.com/moviekixpod. A videóinkat visszahallgathatjátok SoundCloudon, Spotify-on, az összes adás fönt van már, és ezen kívül, hogyha kérdésetek lenne hozzánk, akkor az jöhet e-mailben a mozipodcast@gmail.com címre, ezen kívül pedig természetesen várjuk a kommenteket, írjatok, bármilyen véleményt szívesen fogadunk a műsorról kapcsolatban, a filmekkel kapcsolatban is, úgyhogy a kommenteket azokat várjuk. Jövő héten pedig érkezünk, hozunk egy magyar filmet is, amit majd Boki fog megnézni, ez a Se veled, nagyon várjuk már, hogy jobb lesz-e, mint a kölcsönlakás. De belinkelem majd én is. Boki, ezt vállaltad, meg amúgy is már mondtam, van róla, hogy a magyar filmeknek a szakértője. Nem. Szurkoljatok, hogy jobb legyen, mint a kölcsönlakás. Sziasztok! Hello, sziasztok! Sziasztok!